Milyen közterületi munkák zajlottak, zajlanak a nyár folyamán Pátyon? Hogyan alakul majd az orvosi ellátás a továbbiakban a településen? Hogyan ápolják a testvértelepülési kapcsolatokat? Ezekre a kérdésekre a polgármester válaszol. Mondják, hogy a nyár az egy uborka szezon, de ugyanakkor nagyon sok munkálatot pont a nyár folyamán érdemes elvégezni, hiszen sokan nyaralnak, táboroznak a gyerekek, nincs akkora forgalom. Úgy tudom, hogy idén nyáron ez Pátyon is így volt. Igen, hát abból a szempontból uborka szezon a nyár, hogy mindenki ilyenkor igyekszik elmenni a szabadságát tölteni, és a legtöbb intézményben, hatóságnál nagyon lelassulnak a munkák. Viszont abból a szempontból meg nem, hogy ilyenkorra sikerül megcsinálni a terveket, megszerezni az engedélyeket, és hát most a jó időben igyekszünk ezeket a közterületi munkákat elvégezni. Az elmúlt héten kész lett a Somogyi Béla utcai két buszmegálló, ahol igen komoly munkák születtek. Az egyik oldalon egy külön leállósával tud megállni a busz, a másik oldalon sajnos a kis távolság miatt ott nem lehetett, de ott is szegéllyel, peronnal és áthelyezett buszmegállóval sikerült ezt megoldani. Ehhez kapcsolódik még a Somogyi Béla és a Bánya utca sarkán egy gyalog átkelőhely. Ezzel párhuzamosan még egy gyalog átkelőhely épült, a Töki utca és a Rákóczi út sarkán, és a gyalog átkelő hely környékén egy néhány virágosítást is végzünk, hogy lehetőleg ne gazos legyen a megfüves a környéke, hanem valami szép virágok is legyenek. Az utóbbi időben Páty igen nagy gondot fordított a gyalogátkelő helyek kialakítására, újak létesítésére. Mikor lesz mérhető, hogy kevesebb lesz a baleset, fegyelmezettebben vezetnek-e az emberek? Igen, hát én úgy látom, hogy mind a gyalogosoknak, mind az autósoknak meg kell szokni ezt az új helyzetet, hogy néhány évvel ezelőtt csak egy gyalogátkelő hely volt itt az Iskola utca sarkán, most meg már 5-6 ilyen gyalogátkelő hely van. Azért kell megszokni, mert hát az autósoknak egyértelműen elsőbséget kell adni a gyalogátkelő helyen. De a gyalogos meg azt gondolja, hogy ahol gyalogátkelő hely van, zebra, ott neki védelme van, de ez nagyon nem így van. Tehát ha az autós elnézi, elbámul, nem jut el az agyáig, hogy ott most neki lassítani kell, akkor ő hiába megy át a gyalogátkelő helyen, mégiscsak ő fogja rövidebbet húzni. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy kellő körültekintéssel menjenek át még a gyalogátkelő helyen is, amíg megszokják az emberek, az autósok, hogy ott lassítani kell. Mikortól lehet jobb minőségű úton közlekedni a Hegyalja utcában? Minden évben ilyen 50 és 100 millió forint közötti összeget fordítunk útfelújításokra. Az idei évben úgy döntött a képviselőtestület, hogy a Hegyalja utcát azt a szakaszát, ami még nem volt leaszfaltozva, azt csinálja meg. Ez azt jelenti, hogy szegélykővel, CKT betonra helyezett aszfalt szőnyeggel és vízelvezető árkokkal újul meg ez az útszakasz. Jelen pillanatban ott tartanak a kivitelezők, hogy a szegélyköves lebetonozott út elkészült. Most a héten fogják az aszfaltozást végezni, és utána következnek majd a vízelvezető árkok. Én azt hiszem, hogy ez a jó megoldás, hogy minden évben kinézünk egy olyan útszakaszt, ami még nem volt rendbetéve, és akkor így előbb-utóbb azért a végére fogunk érni. Múlt hónapban mutatta polgármester úr azt az útbeszakadást, ami a Burgundia utcában keletkezett. Mi a helyzet ezzel most, illetve a legutóbbi esőzések következtében történtek-e útkárok? Igen, hát régen volt már ilyen nyár, amikor ennyi eső volt. Épp azt néztem ma, hogy jöttem be dolgozni, hogy
általában augusztus végére szinte teljesen kiszáradtak a közterületeken lévő növények, hiába locsoltuk, de most meg úgy zöldelnek, mintha május lenne. Tehát ez a sok eső, ez egyik oldalról jó, viszont a másik oldalról meg bizonyos károkat is okoz. Hát az egyik ilyen volt a Burgundia utcában az a pincebeszakadás, amit szerencsésen sikerült augusztus elejére befejezni, és most ugyanolyan állapotban van, mint az előtt. Kivétel a pince szakasz, mert azt a pince szakaszt már nem lehetett újjá építeni, úgyhogy az be lett tömedékelve. Most ezzel szemben egy másik utcába, az Ady Endre utcába mosta ki az eső egy hatalmas üreget. Most ott vannak a kollégáim és a műszakról, és próbálják föltérképezni és fölmérni, és majd keresünk kivitelezőt néhány hét alatt, azt is szeretnénk megoldani és befejezni. Megakasztja ez a forgalmat? Most gondolom le van zárva. Hát annyi, hogy egy fél út nyit le kellett zárni, hogy ne menjenek rá nagyobb teherautók, mert az út aszfalt rétege alatt csak a levegő van. Tehát ott most valamilyen közlekedés folyna, akkor az beszakadna. De fölmértük, nincsen közmű törés, nem amiatt van ez, hanem azon a részen, azon a szakaszon régen temető volt, és elképzelhető, hogy beszakadt egy régi sírbolt, és azért tűnt el ott. A víz segített neki nyilván, de hát ez most folyik a felmérése. Az orvosi rendelő belső terének a megújítása, felújítása, az mennyiben befolyásolja, hogyan befolyásolja az orvosi szakrendeléseket? Hát a szakrendeléseket csak abban befolyásolja, hogy most nem az eredeti helyén folynak ezek a rendelések. Sikerült a CBA tetején kialakítani a felső szinten olyan területet, ahol a gyerekorvos és két felnőtt szakorvos tudja, mondhatom, normális, jó körülmények között végezni a feladatát, addig, amíg a Árpád utcai rendelőbe egyrészt a gyerekek részére a régi épületet belülről felújítjuk, ezek a most a napokban kezdődtek el. Igen, reményeim szerint év végéig ez sikerül is átadni. A többi rendelést azt pedig a mellette levő ingatlanon szeretnénk egy új, teljesen új rendelőt építeni. Hát ez valószínű, hogy még egy évig el fog tartani. Volt egy kalandosnak mondható útja egy delegációnak, párti delegációnak a Kisszelmeci testvér településen. Úgy kalandos, hogy tulajdonképpen kalandmentes, mert megoldották a problémát. Ma Kárpátaljára, ha utazik valaki, akkor elég körültekintőnek kell lenni. Ha nem akar belecsúszni egy 6-8 órás határon való állásba, felmértük a helyzetet, és mivel kiderült, hogy 6 órát kellett volna az Áhonynál állni a határon, ezért úgy döntöttünk, hogy a delegáció nem Záhony fele megy, hanem fölmentünk Szlovákiába, és a szlovák oldalon, határ oldalon, Nagyszelmencen hagytuk az autót, egy parkolóba, védett parkolóba, és gyalog mentünk át a határon. Így 10 perc alatt sikerült átjutni. Ne kell, hogy mondjam, nagyon szomorú azok a viszonyok, amik ott Kárpátalján vannak. Mi egy a képviselőtestület által idén megszavazott támogatást vittünk át, föltérképeztük, hogy mire van szükségük. Továbbra is mindenféle segítséget elvárnak, mert a magyar lakta területek önkormányzatai semmilyen segítséget nem kapnak az ukrán államtól. Számomra az nagyon feltűnő, hogy ahogy átmegy az ember a határon, minthogyha 50 évvel visszalépne az időbe. Azért ez nagyon melbevágja az ember. Sokan a mai fiatalok el se tudják képzelni, hogy mondjuk nálunk is 50 évvel ezelőtt milyen
viszonyok voltak. Egy utazásban volt részük. Igen, igen. Csak a magyar lakótelepülések ilyen elhanyagoltak, vagy nem, az ukrán lakótelepülések? Nézd, nem voltunk sok helyen, Ungvár és környékét jártuk be, és a kisebb településeket, azok magyar lakótelepülések, azok nagyon el vannak maradva. Hogy a nagyobb településeken, meg ahol több ukrán lakik, ott valószínű, hogy azért ott is jobb a helyzet, de azért figyelembe kell venni, hogy háború van Ukrajnában. Krímfélsziget. Így van. Minden háború megviseli az ott lakókat. Reméljük, hogy háború nem lesz, de a kampány elkezdődött. Polgármester úr már korábban deklarálta, hogy indul a polgármesteri pozícióért. Vannak-e kihívói, lehet erről tudni? A helyi Fidesz mögém állt, tehát támogatnak. Én is támogatom a képviselőjelöltjeiket, úgyhogy remélem, hogy minél többen bejutnak majd ebből a csapatból. Minden esetre szeretném, hogyha ez a másfél hónap nyugodt körülmények között telne. Tudom, hogy ezek ilyen hiú ábrándok, mert hát nyilván mindenki mindent bedob azért, hogy ő nyerjen. Én azt gondolom, hogy nekem nem szükséges ez, mivel 5 éven volt rá, hogy bebizonyítsam, hogy mit tudok és mit szeretnék. Ha ez kevés ahhoz, hogy valakit meggyőzön, azt úgysem tudom most semmilyen reklámmal és kampánnyal meggyőzni, de nem is akarom. Köszönöm. Köszönöm szépen.